Jó estét kívánok! Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Ma február 21-e, Eleonóra Bódog György és Péter névnapja van. Ma van a Nemzetközi Anyanyelvi Nap. 1989-ben meghalt Márai Sándor író, költő, újságíró. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak egy-egy mondatban. Magas lett a januári villanyszámla, panaszkodnak a fogyasztók. Jövő héten újabb Európai Uniós csatlakozási fejezetek nyílhatnak meg Szerbia számára. Ülésezett a tartományi parlament. Kémiát oktató tanároknak tartott ma szakmai tanácskozást a Magyar Nemzeti Tanács. Tiszteletben tartom a szerb haladó párt döntését, miszerint Alekszandar Vučićot jelölte az államfő tisztségre, jelentette ki Tomislav Nikolić, jelenlegi köztársasági elnök, a szerbiai RTV Upitnik című műsorában. Nikolić beszélt továbbá az elnökválasztásról, aktuál politikai kérdésekről, jövőbeni terveiről, valamint arról, hogy mit tart az elmúlt 5 év legnagyobb sikerének. A köztársasági elnök egyébként hétfőn jelentette be, hogy nem indul a második elnöki mandátumáért, miután találkozott Alekszandar Vučić kormányfővel. Tomislav Nikolić kijelentette, hogy a médiában hivatalosan senki sem erősítette meg a hírt, miszerint részt vesz az elnökválasztáson. Mint mondta, elgondolkodott rajta, hogy induljon a második mandátumáért. A szerb haladópár döntése után azonban úgy gondolta, hogy többen rosszat gondolnak róla. Leszögezte, annyira szereti a szerb haladópártot, mint azok, akik az elnökséggyűlésen döntöttek. A szerb államfő elmondta, Alekszandar Vučić és közte sohasem volt szó semmilyen pozíciócseréről vagy ultimátumról. A barátjának tartja a jelenlegi kormányfőt. Nismo govorili o funkcijama, govorili, mislim, znate, Alekszandar i ja nismo koalicijni partneri. Ja mislim da koalicijni partneri razgovaraju o podeli funkcija da bi stvorili neku koaliciju i to je valjda potpuno politički prirodno. Ali kad nas dvojica koji smo jedna ideja u dva čoveka, kad mi sklapamo sporazum, dogovor kak da idemo dalje, šta će nam raspodela funkcija? Nismo mi stvorili koaliciju juče. A beszélgetés során az esetleges kormányfői jelöltsége is szóba került. Mint mondta, egyetlen alkalommal sem akart visszaegyszíteni a párton belül. A műsorvezető rákérdezett, hogy vannak-e esetleg kormányfői ambíciói. Tomislav Nikolić erre sejtelmesen azt válaszolta, ki az, akinek nincsenek ambíciói. Ja imam ambíciót, da ukoliko budem zdrav kao sada, ukoliko sve bude teklo kao sada, imam ambíciót, da nastavim, da pomažem sada novom predsedniku Srbije, da vodimo Srbiju zajedno kao što smo je vodili i do sada. Šta to podrazumeva, o tome ćemo da razgovaramo, zato što ne kalkulišemo sada. Sada je osnovni cilj da sprečimo ono do čega je moglo da dođe, na čemu su mnogi insistirali, da se toliko suprotstavimo, da eventualno podelimo glasove i da propustimo nekog potpuno trećeg, nekog ko ne zna ni šta je Srbija, a ne samo da bude predsednik ili da je vodi, da nas pobedi na tim izborima. Arra kérdésre válaszolva, hogy segíti Alekszandar Vučićot az elnökjelölti kampányban, azt válaszolta, hogy természetesen igen. Leszögezte, a közös cél Szerbia újjáépítése és a reformok folytatása. Amint elcsendesedett a decemberi villanyszámlák körüli vihar, jöttek a januáriak, amelyek ugyancsak meglepetést okoztak egyes háztartásokban. Az emberek most arra panaszkodnak, hogy a januári számla nem csak hogy a decemberinél magasabb, a tavalyi januárinál is jóval borsosabb. A szerbiai villanygazdaság azt kéri az elégedetlen polgároktól, hogy nyújtsanak be panaszt, hogy újra ellenőrizzék áramfogyasztásukat. De nem csak ez a gond. Február 21-én még mindig vannak olyan háztartások, amelyek meg sem kapták a januári villanyszámlát. A villanygazdaságnál azt mondják, mindegyik villanyórát a törvényes határidőn belül, vagyis február 1-e és 6-a között leolvasták. Azt állítják, hogy az elszámolás és a számla kiadásának ellenőrzését a legmagasabb szintre emel. Többet mutatott az óra, nem tudom miért, ez különleges dolog. Pedig nem tudok többet fogyasztani, sőt, mint a kevesebb, mert nem hűtök vele. És mégis nyíltak a számlák. Most például késtek a leolvasásra, amúgy is 31-es volt a hónap. Még plusz 2 nappal később jöttek, tehát ilyen apróságon, de
az a, beleesik a másik tarifába, biztos, hogy az a probléma. Most jött ki az ügyfél szolgálatról. Azt mondja, hogy bent azért vannak, akik... Vannak megelégetlen, hallom én, hogy többet használtak. Gondolom, többet kaptak, amennyit el. Mert van, aki írja, és akkor nem, valami nem stimmel. Van, akit le is kapcsoltak a hálózatról, mert nem tudta kifizetni a magas villanyszámlát. Pája, imam pénz jött 15.000, én hiszem magra a plácsam. Ova, és trújú, színói nisztú rádi, lisztású pocsolói rádi. Aztán došla sada da uplatim, ali ne mogu da uplatim, dok ne dobim ugovor za novo brojilo. A legjobb, ha mindenki saját maga is ellenőrzi a fogyasztását és a számláját, mondják az illetékesek. Ha eljön a számla, megnézzük, hogy ő olvasta le, vagy nem, és akkor ehhez irányítsuk. Pontosan tudjuk, hogy 5 kW vagy 10 kW használunk, mert nem fűtünk áramra, csak főzés, meg a két fűtő, meg a frizsider. Ez van csak. És akkor így nagyjából mennyit fogyasztanak el havonta? Nagyjából 1800 dinár. A barátnő fűtött az éve 5700-at. Az Elektrovojvodina szabadkai villanyáram elosztójának illetékesei nem reagáltak a megkeresésünkre, annyit azonban megtudtunk, hogy Szabadkán is januárban rekord mennyiségű villanyáram fogyott, emiatt magasabbak a villanyszámlák, kisebb hibák is előfordultak a leolvasáskor, ezeket azonban az ügyfélfogadó tolóablak szolgálatánál általában korrigálják. A szerbiai villanygazdaságnál emlékeztetnek arra is, hogy januárban rekordmértékű áramfogyasztást jegyeztek. 560 millió kilovattórával magasabb volt a fogyasztás, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. A nagybecskereki víztisztító építése tervek szerint halad, és április 28-áig elkészül. Remélhetőleg az év első felétől arzénmentes víz kerül a városi vízvezetékbe. Ezt Iván Dévitja, a helyi vízművek igazgatója mondta a tegnap este tartott fórumon. A magas arzéntartalom miatt 2004 óta tilos a vezetékes vízhasználat a nagybecskereken. Aki teheti, az palackozott vizet fogyaszt. Most úgy néz ki, hogy 13 év után megoldódik a bánáti város vízellátása. A beruházó egy olasz cég lesz. Абсолютно никој не ќе да му пропадне ни еден јадини динар на некој инвестиција која не ќе бити завршена. Значи, као што сам рекао, за месец дана очекувам да се радови заврше во оно смислу да фабрика буде завршена, кажам, граѓански и машински. Престоје сигурно нека испитивања, моделисање неких параметри кои абсолютно сигурно захтеваат исто некој време од можна 2-3 недели. А везетекеш ивовиз тистошагана кердеше Србија униош чатлакозаша миот керјут алютерба. А виз минушега линјегибен не валтозот, ханем сигуруб сабвањок лептек елатбе. А мегенгедат арзин менјишег мош 10 микрограм литеренкент. Mi ga imamo tu 80-90 mikrograma, u nekim selima ima čak i 120-130 mikrograma, međutim nigde nije zabeležen ni jedan slučaj oboljenja od nastalog kao hronično ili akutno oboljenje po pitanju arsena. Az önkormányzat szerint a városnak nem kerül egyetlen dinárjába sem a vízjár építése. A kockázatot a beruházó vállalta. A fogyasztónak csak az a kötelessége, hogy kifizesse a víz megtisztításának költségeit. Ez a jelen állás szerint 28 eurócent köbméterenként. Ami az árát illeti, nem tudom, hogy a ilyen kis fizetésekből tudjuk-e majd fizetni. Ígérgették, hogy hát nem lesz a megszabott árnál drágább, de hát abba kételkedem. Úgyhogy nem tudom, reméljük, hogy jó lesz. A vezetékes vízárát a helyi önkormányzat határozza meg. Egyelőre annyi biztos, hogy a jelenlegi köbméterenkénti 30 dinár mellé csatlakozik majd a 28 eurócentes víztisztítási díj is. Májusban megkezdődhetnek a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítési munkálatai, jelentette be Zoran L. Mihajlovics építésügyi, közlekedési és infrastruktúra fejlesztési miniszter. Újságírói kérdésre, miszerint előfordulhat-e, hogy lassul vagy késik a projekt megvalósítása, mert az Európai Unió jelezte, megvizsgálja a munkálatok terveit, hogy ellenőrizze, tiszteletben tartják az uniós előírásokat. Mihajlovics azt mondta, Szerbia a maga részéről minden kötelezettségét teljesítette, sőt még annál többet is. Gledamo uopšte dve države, Mađarsku i Srbiju u ovom projektu. Odmah da vam kažem da ovog trenutka je Srbija sve što je trebalo da se uradi, ili možemo čak reći i više nego u odnosu na samu Mađarsku radilo u ovom projektu. Ali mi ipak očekujemo da u maju mesecu imamo početak radova zajedno, dakle, u tom nekom tripartitnom odnosu, može biti zajednički sastanak i na Mađarska Srbija.
A tartományi beruházás serkentő alap megszüntetéséről és az új vajdasági fejlesztési ügynökség létrehozásáról döntöttek ma a tartományi képviselők a vajdasági parlament 10. ülésén. Az ülés kezdetén egy perces csenddel emlékeztek meg a tegnap elhunyt Vitalij Csurkinról, az Egyesült Nemzetek Szervezetének orosz nagykövetéről. Megköszönte a tartományi beruházás serkentő alap eddigi munkásságát Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. Mint mondta, az alap az elmúlt 13 évben fontos szerepet töltött be a befektetések vonzásában, valamint számos jelentős beruházás megvalósításában is. Ezek a funkciók a vajdasági fejlesztési ügynökségben is megmaradnak. Az új ügynökség nem csak a külföldi befektetések bevonzásával foglalkozik majd, hanem a fejlesztési feladatok teljes körével, tette hozzá. Olyan feladata lesz a fejlesztési ügynökségnek, hogy egyrésztről folyamatosan elemezze az állapotokat, másrésztről pedig olyan megoldásokat javasoljon a kormány irányába, amelyek a gazdasági föllendülést, a kiegyensúlyozott területi fejlődést tudják biztosítani, és amikor ezzel kapcsolatban a kormány meghozza a megfelelő döntéseket, akkor ezeket a döntéseket végrehajtsa. A vajdasági fejlesztési ügynökség már egy hónapon belül a regisztrációt követően teljes kapacitással működik majd. Njen cilj će biti da daje konkretne financijske podsticaje u otvorenom transparentnom modelu za novo zapošljavanje u Vojvodini. Očekujem da ćemo prva sredstva koja će biti raspoređena na razdelima u okviru sekretarijata imati već nakon rebalansa. U junu, najkasnije u julu, a praktično mnogo izdašnija sredstva, jer smo ove godine uspeli da uštedimo značajan novac u pokrajinskom budžetu, imat ćemo od januara 2018. Csonka Áron, az Alternatíva a Vajdaságért Magyar Mozgalom Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége frakciójának tartományi képviselője szerint érthetetlen, hogy a tartományi beruházás serkentő alapot megszüntették, hiszen komoly tekintéllyel bírt, amit nehéz lesz újra megteremteni, ezért nem támogatják a kezdeményezést. Indokolatlannak tartják azt, hogy az eddigi alap által továbbított eszközöket ezentúl a titkárság folyósítja majd. Szerinte az új fejlesztési ügynökség csak közvetítő szerepet tölt be. Fölmerül a kérdés akkor, hogy miért nem lehetett fordítva csinálni, tehát egy már meglévő, jól kidolgozott brandet, mint a VIP-font, azt felerősíteni, és oda bevonzani az összes többi alapítványt, ami hasonló tevékenységgel foglalkozik, és akkor nem kellene egy ilyen hasonló fejlesztési ügynökséget létrehozni, ami, ahogy azt említettem, lehetőséget ad arra, hogy további pártfoglalkoztatás is történjen. Míg a Szerbiai Szocialista Párt képviselői teljes mértékben támogatták, addig a Szerb Radikális Párt ellenezte az új ügynökség megalakulását, a Demokrata Párt pedig módosítási javaslatot nyújtott be a napi rendi pontra. Jövő héten megnyithatják a 20. és a 26. uniós csatlakozási tárgyalási fejezetet Szerbia számára. Várhatóan ez február 27-én történik meg Brüsszelben a kormányközi konferencián, közölte Jadranka Joksimović, európai integrációért felelős miniszter. Szerinte az újabb fejezet megnyitásokkal a csatlakozási folyamatnak elég jó dinamikája van. Szerbia stabilan halad az európai úton. A 26. fejezet az oktatást és a kultúrát érinti, a 20. fejezet pedig a vállalkozásokat és az iparpolitikát. Utóbbi nagyon fontos Szerbia számára, mert ez bizonyos szabványok bevezetését is jelenti a kis és közepes vállalkozások, valamint az ipar fejlesztésében. Az oktatással és kultúrával kapcsolatos, valamint az iparpolitikával foglalkozó fejezetek megnyitása kiemelt jelentőséggel bír Szerbia számára, jelentette ki Deli Andor, a Fidesz-KDNP vajdasági származású európai parlamenti képviselője a Pannon Televízió Szubjektív című műsorának vendégeként. Kiemelte a vállalkozásokkal és iparpolitikával kapcsolatos fejezetet, mert mint mondta, ennek megnyitása Szerbia, mint kisebb területi ország esetében előrelépést biztosíthat a kis és közepes vállalkozások számára. Gazdasági vonatkozású fejezetek. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos, hogy ez a kérdéskör is beinduljon, és a nagy politikai
témákon és fejezeteken túlmenően megjelenjenek ezek az úgymond prózaibbak, amik a mindennapos életet jelentősebben befolyásolják, és ami valószínűleg az uniós piacra való felzárkózást is segítik majd, ugyanis azt látni kell, hogy az Európai Unió belső piac az egy hatalmas, nagyon erős piacot jelent, és ezek a úgymond farkas körülmények között megmaradni a gyengébb tagországoknak is, és vállalkozásoknak is nagy kihívást jelent, és ez még nagyobb kihívás a tagjelöltek számára. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Lassan halad a vagyonvisszaszármaztatás folyamata Szerbiában. Konzuli fogadónapot tartottak Nagybecskereken. Lassan halad a vagyonvisszaszármaztatás folyamata Szerbiában. Az üggyel kapcsolatban felmerülő gondok nem új keletűek, a probléma forrása nem megfelelő jogi háttér, így az illetékes szervek legtöbb esetben bonyolult procedúra elé állítják a kérelmezőket. A szakértők megoldásként egyértelműen a törvénymódosítást javasolják. Csak azok kezdhették meg a vagyon visszaszármaztatást, akiknek sikerült beszerezni a szükséges dokumentumokat. Problémát jelent, hogy az örökösök sok esetben már más országba költöztek. Az igénylők elsősorban azt a földet szeretnék viszont látni, amit elvettek tőlük. Remélem, hogy ez a pár kiló dokumentum, amit összeszedtem ezzel kapcsolatban, még jó. Na most különösen érdekes az, hogy a külföldön élő rokonaimnak külön egy igazoláskör, úgynevezett jóverényen, vagy pedig bármilyen olyan papír, amivel ő tudja igazolni, hogy ő nem kapott semmiféle kártérítést külföldön ezen a címen. Zentán a visszaadható terület nagy részén kiépítették az öntözőrendszert, ezeket a földeket nem adhatják vissza. A megmaradt 1500 hektár viszont nem fedi az igényelt földmennyiséget, illetve rosszabb a minősége attól a földtől, amit elvettek. Itt nálunk, főleg Vajdaságban megtörténtek ezek a komaszációk, a tagosítások, és vannak problémák. Konkrétan Zentán említeném, hogy Zentán állami földek nincsenek, amit vissza tudnának származtatni. Itt esetleg csak értékpapírokba tudnák ezt a visszaszármaztatást megejteni, úgymond. Adán vannak erre lehetőségek, tehát nekem is van egy konkrét ügy. Most abban a fázisban van, hogy megtörtént a beazonosítása ezeknek a földeknek, amik ellettek véve. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség Demokratikus Cselekvés Pártja képviselőcsoport köztársasági frakcióvezetője az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy a vagyon visszaszármaztatás ügye jelenleg lassabban halad. Véleménye szerint elengedhetetlen a vonatkozó törvény módosítása, ugyanis a vagyon visszaszármaztatási ügynökség a jelenlegi törvényt alkalmazva olyan dokumentumokat kér, amelyek beszerezhetetlenek. Az épületek esetében ez aránylag zökkenőmentesen halad, nem mondhatom azt, hogy minden gondtól mentesen, de gyorsabban, mint a termőföld esetében. A termőföld esetében bebizonyosodott az, amit a VMS kezdettől fogva 2011-től, amikor a törvény elfogadásra került, mond, hogy a csereingatlan útján történő kárpótlás lehetőségét törvénybe kell iktatni. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha ugyanazt a parcellát nem lehet visszaszármaztatni, akkor más azonos értékű parcellát kellene, hogy visszakapjon a kérelmező. Az elmúlt években mintegy 10 000 hektár földterület került vissza a jogos tulajdonosaikhoz, de még most is nagyon sokan várják a folyamat sikeres befejeződését. Kémiát oktató tanároknak tartott ma szakmai tanácskozást a Magyar Nemzeti Tanács a Szabadkai Vegyészeti Technológiai Iskolában. Az összejövetelen a tanterv, a tankönyvek és az aktuális problémák is előkerültek. Teljesen megtelt kémia tanárokkal a Szabadkai Vegyészeti Technológiai Iskola könyvtára kedden délelőtt. Sokan voltak kíváncsiak arra, hogy mi a Magyar Nemzeti Tanács, illetve kollégáik véleménye a vajdasági kémia oktatásról. Gyógyszerészeti szakon tanítok, és a gyógyszerészetben a kémia az ABC, és úgy érzem, hogy érdekel minden, ami a kémiával kapcsolatban történik itt a vidékünkön is, meg általában is, és azt látom, hogy nagyon
szükség van, hogy az alapoktól már jól induljon ez a kémia, tehát hogy a gyerekekkel meg tudják szeretetni, mert aztán később nekünk kicsit problémánk van a kémiával a középiskolában, hogyha már az alapok hiányosak. A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája segíti a magyarul oktatók munkáját. A szakmai találkozók is ennek a stratégiának a részét képezik. Elsősorban ugye a tankönyvekről van szó, azután a kísérettségi kérdéseiről, a versenyekről, versenytesztekről, fordításokról, és itt kihasználjuk az alkalmat, hogy a Magyar Nemzeti Tanács oktatási portálját is bemutassuk. Az oktatási portál idén már egy éves. Készítői szerint most kezd igazán a tervek szerint működni. Tulajdonképpen itt az lenne a cél, hogy minél minőségesebb prezentációk, illetve előadások kerüljenek fel, és ezt tulajdonképpen használja mindenki. A továbbfejlesztésre vannak még terveink, tehát hogy igazából hova lehetne még bővíteni ezt a portált, de ahhoz viszont el kell először azt érnünk, hogy még többen használják. A kémiatanárok tanácskozásán Tóth Zoltán, a Debreceni Egyetem nyugalmazott docense előadásában két olyan problémakörrel is foglalkozott, amelyek a gyerekek kémiatanulási szokásait elemzik. Az egyik az, hogy a mindennapi tapasztalatokból indulnak ki, és a mindennapi tapasztalatokon alapuló válaszolás tudományos kérdések esetében számos esetben helytelen eredményt ad. A másik pedig, hogy a kémiai fogalmaknak olyan sajátosságaik vannak, amik más természettudományos fogalmakra nem annyira jellemzőek, és emiatt nagyon-nagyon nehéz őket tanulni. A Magyar Nemzeti Tanács első körben azoknak a tanároknak szervez tanácskozásokat, akik a nyolcadikosok záróvizsgáján szereplő tantárgyak valamelyikét tanítják. A fenntartható fejlődés szellemében töltötték a délutánt a csontavéri iskolások. Az esemény apropója a Fenntartható fejlődés a mindennapi életben című kiadvány bemutatója volt. A segédkönyvet a felsős diákokat oktató pedagógusok számára készítették. Izgatott gyerekzsivaj előzte meg az esemény megnyitóját. A padokat a tanuló környezet tudatosan készített portékái borították. A diákok szívesen vettek részt a programban, hasznosnak találták a könyvben található környezetvédelmi tanácsokat. Hasznosnak találom, hiszen ez tényleg mindenkinek fontos, mint a diákok, mint pedig a felnőttek részére, és hát a tetszés az pedig mindenképpen 99,9%-ban szinte tényleg nagyon érdekes és nagyon fontos is. A segédkönyvben található gyakorlati példákat a diákok mutatták be. Az iskola biológia tanára készítette fel őket. A gyakorlati részét a diákok fogják bemutatni, a többi diáknak és néhány tanárnak. A méltányos kereskedelem, illetve rövid élelmiszer láncok címet viseli. Ugye a méltányos kereskedelem az egy olyan dolog, ami a hazai biológia könyvek által nem igazán van mélyen tárgyalva, és a rövid élelmiszer láncok is hasonló. A könyv szerzői a V4 országok, illetve Szerbia és Bosznia-Hercegovina szakemberei. A kiadvány csantavére az Oktatásról a Kultúránkért Egyesület segítségével jutott el. Az illetékesek kiemelték, a könyv sok interaktív elemet tartalmaz. Egy sor aktivitást és feladatot ad a tanár kezébe, játékos feladatokat is, kicsit ilyen felfedezős játékokat is, hogy milyen módon, mire esetleg eddig nem is gondoltak, hogyan lehet, hányféleképpen járulhatunk hozzá a környezetünk megvédéséhez, megúvásához és a környezet mondjuk jobb átételéhez. A segédkönyv a nyugat-balkáni területekre lett kifejlesztve annak érdekében, hogy elősegítse az itt élő fiatalok környezettudatos életszemléletét. 138-an nyújtották be a visszahonosítási kérelmet Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának nagybecskereki kihelyezett fogadónapján. Ez a szám is bizonyítja, hogy a magyar állampolgárság iránti érdeklődés töretlen. Már megvan a következő nagybecskereki fogadónap időpontja is. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa kihelyezett konzuli fogadónapot tartott Nagybecskereken. Közép-Bánátban eddig több mint 2000-en éltek azzal a lehetőséggel, hogy a lakóhelyükhöz közelebb eső helyen kérelmezzék a magyar állampolgárságot. Én nekem a családom már mindenki megkapta a magyar honosítást, mivel úgy érezzük, hogy magyarok vagyunk, akkor legyen az papíron is kitüntetve, hogy azok vagyunk, amik vagyunk. Lelkileg edáig is azok voltunk, meg azok is maradunk. Az egyszerűsített honosítási eljárás 6 évvel ezelőtt történt bevezetése óta, az érdeklődés továbbra is nagy. Naponta mintegy 40-en jönnek Szabadkán a főkonzulátusra a kérelmet benyújtani. Hetente egyszer járunk továbbra is vidéki kihelyezett konzuli fogadónapra.
április 30-áig teljesen be vagyunk táblázva, májusban is van már két időpont, és mint említettem, június 28-án most rögzítettük, június 28-án jövünk változatlanul Nagy Becskerekre. A magyar állampolgárságot olyan településen élők is igénylik, ahol már csak kis számban élnek magyarok. Kanakon kevesen vagyunk magyarok, nincs iskolánk, volt csak óvoda, úgyhogy mi nem jártunk magyar iskolába, de gondolom otthon a házba csak magyarul beszéltünk anyámmal meg apámmal. A CMH Nagybecskerek irodájában szerdától fogadják az újabb visszahonosítási kérelmeket. Nagybecskereken a következő kihelyezett konzuli fogadónapot június 28-án tartják. A szerb férfi tenisz válogatott Spanyolország legjobbjait fogadja a Davis Kupa negyed döntőjében. A két csapat 8 év után találkozik újra egymással, mint ahogyan az akkori mérkőzéseken, úgy most is tagja lesz Novák Djokovic a szerb csapatnak, így várhatóan a spanyol klasszis Rafael Nadal lesz az ellenfele. A mérkőzéseket Belgrádban játsszák április 7-e és 9-e között. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. Magas lett a januári villanyszámla, panaszkodnak a fogyasztók. Jövő héten újabb Európai Uniós csatlakozási fejezetek nyílhatnak meg Szerbia számára. Ülésezett a tartományi parlament. Kémiát oktató tanároknak tartott ma szakmai tanácskozást a Magyar Nemzeti Tanács. Megköszönöm figyelmüket. Amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. További szép estét kívánok. Viszontlátásra!